október 6-a nemzeti gyásznap. Országszerte megemlékezést tartottak. Az aradi vértanúk kivégzésére emlékeztek Dombóváron is. Az Illés Gyula gimnázium tanulói adták az emlékműsort, majd dr. Szenyéri Zoltán igazgató mondott beszédet. A megemlékezés az ilyen és hasonló történelmi eseményekre elengedhetetlen, és a Dombóvári gimnáziumban is fontosnak tartják. Tiszta, hősies, egyenes gerincű. Magyar a magyarnak, nem volt farkasa. Dombóvár Város Önkormányzata minden évben felkéri az iskolákat arra, hogy egy-egy nevezetes ünnepnap, emléknap tiszteletére adjanak műsort. A idén október 6-a a Dombóvári és Gyula Gimnázium megemlékezésének a helyszíne és a napja. A műsorokat a kollégák már régóta készítik elő. Meggyőződésem, hogy mivel tudták, hogy ezt a műsort nekik kell megrendezni, már augusztus végén készen lehetett a forgatókönyv. Nálunk az iskolán belül az is hagyomány, hogy évente cseréljük a évfolyamokat az adott műsornál, hogy egy kicsit mindenki tudjon megújulni és új impulzusokat kapni. És ez a rákészülés, ez mai nap ért el a letőpontját, hiszen ma újabb főpróbák voltak. Az iskolában már délelőtt előadták ezt a nagyon szép kis kerek műsort, és a város tiszteletére és felkérésére pedig most délután itt a Hősök Emlékművénél újra előadták a gyerekek. 10.-11. évfolyamosok voltak, egy kislány, aki a testvérével énekelt, ő fiatalabb. Általában az a hagyomány, hogy a 10. évfolyam, aki az október 6-ai műsorra készül, az érintett osztályfőnökök állítják össze, és hát természetesen igyekszünk olyanokat felkérni a főszerepekben, akik megfelelő, akár énekhangi adottsággal, akár fellépéssel rendelkeznek. Az igazgató beszédében idén kiemelte az egyik mártírt a 13-ból, és jobban elmélyült Damjanich János honvéd vezérőrnagy életében és a szabadságharcban betöltött szerepében. Én úgy érzem, hogy október 6-a mindannyiunk lelkében az egyik legmagasztosabb nemzeti érzéskeltő emléknap, nem ünnepnap, hiszen ez egy gyásznap, és én ezt igyekeztem a beszédemben megszólaltatni. 2016-ban még ide járt a gimnáziumban nagy lányom, és ők egy olyan műsort adtak elő, ahol formabontó módon egy egyéniség köré, Batthyány Lajos sorsa köré helyezték el a műsort, és valahogy ez adott nekem inspirációt arra, hogy én is válasszak a 13 hős közül egyet, és Damjanich János életrajza és hősi tettei köré igyekeztem a mondani valómat felépíteni. De nem csak ő, hanem mind a 12-en, illetve az a sok-sok egyéb hős is megérdemli, hogy ma fejet hajtsunk előttük, akik valóban elmenekülhettek volna, ahogy fogalmaztam, de mindannyian vállalták az ítéletet, akkor is, hogyha tudták, hogy az halálos ítélet lesz. A megemlékezés végén elhelyezték az emlékezet koszorúit a Szaradi Vértanúk emlékműnél.